Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Ma Jézus Krisztus szentestének és vérének vasárnapja van, vagyis Úrnapja. Szent János könyvéből olvasom a mai evangéliumi részt. Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között, hogyan adhatja ezt testét eledelül nekünk. Jézus így felelt nekik, bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér, nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a Kafarnaumi zsinagógában. Krisztusban, kedves testvérek, kedves tévénézők, itt az evangélista összegyűjt több kijelentését Jézusnak, amellyel rá akar vezetni minket, sőt, bizonyítani szeretné, hogy az eukarisztiában az örök élet táplálékát kapjuk. Azért is halljuk azt, hogy ő az égből alászállott kenyér már, mint Jézus Krisztus, ezért van neki lehetősége, ezért adja az égi életet, amelyet tulajdonképpen ő az atyától kapott. Természetesen fölhívja a figyelmet arra is, hogy lesznek, akik visszautasítják, sőt, már olvashattuk is a vitát, ami vita támadt a zsidók között, nem nagyon értették ezt a kijelentést, nem nagyon értették a szenvedés kijelentését, és ezért lesznek, akik visszautasítják ezt a táplálékot. Valójában nem csak a táplálékot utasítják vissza, hanem az örök életet. Tehát az élet kenyere nem más, mint az oltári szentség. Benne van a halál legyőzése, és benne van az a hatalmas nagy ajándék, amely vár ránk a feltámadás. Krisztus tehát arra hívta fel a figyelmet, hogy az üdvösség rendjében egészen elkötelezte magát azoknak, akik hisznek ő benne. Az én testem valóban étel, az én vérem valóban ital, mondja Jézus Krisztus. Mi ezt hisszük és tudjuk. Kedves testvérek, mindig legyünk figyelmesek azokra az ajándékokra, amelyeket kapunk a kegyelem által, mert azok biztosítják a számunkra a lelki életet, az örök életet. Amen.